Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Itthon Otthon című magazin műsorunkat látják. Vendégeink a stúdióban a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium igazgatónője, Dér Balázsné Dobi Inci, és a Református Általános Iskola és Óvoda Intézmény vezetője, Bíró István, akikkel egyrészt a nyári szünetről, illetve az ez idő alatt zajló különböző programokról fogunk beszélgetni, illetve természetesen itt van szeptember 1-e, indul a 2022-23-as tanév, tehát azt gondolom, hogy van miről mesélni. Köszöntöm Önöket, kedves igazgató, asszony, intézményvezető úr, és akkor kezdjük is azzal, hogy ugye a pedagógusok azt mondják, legalábbis a közvélekedés, hogy hát ugye a pedagógusoknak milyen jó, itt van 2 hónap nyári szünet, nem kell semmit csinálniuk, de jó, meg még ott van a őszi is, meg téli is, meg tavaszi szünet, tehát hihetetlen sok szünidejük van. Na most erről majd picit később beszélünk, hogy igazából mit is jelent ez a szünet, de térjünk oda vissza, hogy a nyári időszak hogyan telt el, és akkor itt elsősorban arra lennék kíváncsi, és akkor most nem udvariatlanság, de ugye intézményvezető úrhoz fordulnék, hogy jellemző, hogy az általános iskolásoknak nyári táborokat szerveznek, legyen az állami fenntartású vagy egyházi fenntartású intézmény. Önöknél ez hogyan zajlott? Hát gondolom, június közepével zárult a tanév, és akkor utána indultak a különféle fajta táborok. Igen, hát igyekeztünk mi is a szülők segítségére lenni, úgyhogy június végéig gyerekfelügyeletet biztosítottunk az azt igénylők számára. Aztán pedig tematikus táborokat heti rendezésben rendeztünk 6 tábort, ahol a gyerekek mozgásos sport, 2 hittantábor, angol nyelvi tábor, tehát ezekben vehettek részt, és ilyen 20-25 fős csoportokban, illetve még június végén, július elején, abban az időszakban, ahol református, illetve egyháziskolákat fogadtak Zánkán, oda 110 gyerekkel elmentünk. Ismét megnyertük, és ott egy nagyon jó táborozáson vettünk részt. Tehát így tudtuk segíteni a szülőket, illetve a gyerekeket is, hogy egy kellemesebb, jobb nyári szünet legyen a hátuk mögött, és élményekkel teli kezdjék el az új tanévet. Hát gondolom, hogy az Erzsébet táborok azok teljesen hasonlóan zajlottak, mint az egyébként a másik. Viszont ezek a úgymond hittantáborok, tehát egy picit a közösség életébe illő táborok, ezek hogyan zajlottak? Itt helyben voltak előadók, vagy egyáltalán pedagógus kollégákat voltak? Igen, itt helyben a mi pedagógusaink szervezik a hittantábort, és megfelelő tematikával, tehát ez ki van dolgozva, nem csak úgy adhok jelleggel, adott témával, és itt helyben, tehát napi tábor, reggel jönnek a gyerekek, itt ebédelnek, és akkor délután 16 óráig utána meg vigyázunk rájuk, utána úgy mehetnek haza. Azért szerveztünk 2 hittantábort, mert tavaly 1 volt, de nagyon nagy létszámmal, tehát akkor volt az érdeklődés, és akkor így 2 osztottuk, hogy ne legyen akkor a terhelésre a pedagógusnak, se a gyerekeknek. És ezt Tehát akkor most is nagy volt az érdeklődés, igen, a igen, gyerekek. Igen. Illetve gondolom a szülők részéről is, hiszen azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden szülőnek gondot jelent az, hogy a nyári szünetben hogy és hol tudja biztonságban a gyermeket, és ez nagyon fontos. Igen, így nekik is tudunk segíteni, illetve nem csak gyerekfelügyelet, hanem mivel ez tematikus tábor adott témakörben, a gyerekek fejlődnek, dolgoznak, állítanak elő termékeket, amiket majd kiállításba be is mutatunk, rajzok, egyéb eszközök, illetve hát fejlődnem, sporttáborunk is volt, tehát az egészségük is fontos. És persze a szabadidő is benne volt, mert mentek kirándulni is Kendereskertbe, Debrecenbe fagyizni, tehát nem csak bent ültek az iskolában, hanem egy nagyon jól megszervezett program részesei lehettek. Tehát akkor így, tehát a június, július... Most augusztusban, most múlt héten volt az utolsó táborunk. Tehát akkor majd, hogy nem belegyújt. Igen, igen. A szünet, nyári szünet végéig is. Nem tudom, hogy a Kőrösiben esetleg volt-e valamilyen, gondolom, hogy itt már azért nem szerveznek ilyen jellegű táborokat. Hogyan telt a nyári szünet a Kőrösiben? Hát egy középiskola nyilván más időbeosztással dolgozik, de hála jó Istennek az idén a mi kicsieink, hetedikeseink és néhány nyolcadikos el tudott menni most először Erzsébet táborba, tehát a június végét ők is ott töltötték a kollégákkal. De nálunk nem ér véget 15-én a tanév, hiszen az érettségi vizsgák akkor kezdődnek, és azért 3 osztály érettségi vizsgáját megszervezni, lebonyolítani, hát ez nem kis feladat, és elég sok időt jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy mi június legvégéig dolgozunk igazából, és majd júliusban kezdődik el,
hát a közhiedelemmel ellentétben nem a 3 hónapos szabadságunk, hanem mondjuk úgy, hogy van egy júliusunk, ami egy egész hónap. Nyilván a kollégák augusztus közepéig még szabadságon vannak, tehát ez tulajdonképpen akárhogy számolom 6 hétnek mondható, ami ugyanúgy egy munkavállalót megillet, bármely más területen is dolgozik, és nekünk a júliusunk igazából mindig a környezetünk szépítésével, újításával telik, így ebben a nyári időszakban 6 tanteremnek sikerült a régi elhasználódott parkettáját laminált padlóra cserélnünk, és nagyon örülünk annak, hogy kialakíthattunk egy hittan szaktantermet, hát annak nyilván minden festésével és berendezésével együtt. Ez régi vágyunk volt, és 7 év után sikerült. Tehát én azt gondolom, hogy úgy készülünk a szeptemberre, hogy öröm hozzánk bejönni ismételten, és olyan otthonos, hangulatos termeket sikerült kialakítanunk. Gondolom, hogy az igazgató mind a mellett, hogy szabadságon volt, azért időnként csak-csak benézett, mert hogy biztos, hogy nem tudta megállni, hogy rá ne nézzen, hol tartanak, hogyan rakják azt a parkettát, hogyan alakul az egész, főként női szemmel nézve. De visszatérve még az érettségére, tehát ugye azért ez egy középfokú intézménynél nagyon fontos, hogy a gyerekek, az érettségizett gyerekek, hol, hogyan tudnak tovább tanulni, gondolom már megvannak a felvételi eredmények, tehát már be tudsz számolni arról, hogy a körösiből kik, hogyan, merre tudtak menni. Nagyon örülünk, mert őszintén mondom, hogy azért aggódás volt, hiszen ezek a gyerekek több mint 1 évet töltöttek otthon online-ban, és a bevésődés, a gyakorlás időszaka hiába szorgalmas gyerekek, azért az nagyon, nagyon hiányzik, amikor nincs közvetlen kapcsolat. És a 12-eseink ugye ezt az évet úgy kellett, hogy végigcsinálják, hogy tulajdonképpen pótoltuk még az előző éveknek a főbb hangsúlyait, de nagyon-nagyon szép eredménnyel, várakozáson fölül 93%-os a továbbtanulási mutatónk, és ebben tényleg benne van nem csak a felsőoktatás, hanem a szakképzésre jelentkezők is. Tehát ez nagyon fontos, hogy sikerült a reális célokat kitűzni, és reális eredményeket hozva el is érték ezeket. Tehát nem megy mindenki egyetemre, sokan választották a felsőoktatási szakképzést, ami ugye egy szakirányú 2 éves képzés, amivel ha tényleg azt a pályát szeretné, amit kitűzött maga elé, akkor ott belekóstol, könnyebb bekerülni, mert oda nem kell emelt szintű érettségi eredmény, illetve vannak olyanok, akik tudták, hogy ők nem felsőoktatásba szeretnének menni, de érettségire épülő szakképzést választottak, és ez a 93% ez azt mutatja, hogy nagyon jól belőtték, és remélhetőleg a kollégák és a tantestület hozzáadta azt a töbletet, amivel ezek a gyerekek meg is állják a helyüket majd ott. Ugye itt a felsőoktatásról esett szó az imént, de hát a református általános iskolában is gondolom fontos az, hogy az onnan kikerülő gyerekek, tehát akik mondjuk a 8. ott végeznek, tehát nem kerülnek át kisgimisként a körösibe, hogy merre mentek? Tehát mindenki megcélzott egy középfokú oktatási intézmény, gondolom ma már ez nem nagyon lehet kérdés. Nem is kérdés, meg is célozták. Nálunk ebben az évben 10 diákunk ment át a református gimnáziumba, kisgimibe. Ez a számunkra azért öröm, mert azt jelenti, hogy olyan jól fel tudtuk őket készíteni, hogy ott is megállják a helyüket, viszont ez kiveszi nagyjából 8-ig azt a kört, akik utána mennének a gimnáziumba, mert ha most nem a kisgimibe mennének, akkor nyilván majd 8-ban mennének a gimnáziumba. Így a megmaradt diákjainknak egy nagyon kicsi része, aki és szintén a gimnáziumban jelentkezett, a többiek inkább a szakma irányába mentek tovább. Azt tudom elmondani, hogy körülbelül 90% az arány, hogy amit első helyre beírtak, oda fel is vették őket, ez számunkra megint öröm, mert azt gondoljuk, hogy jól tudtak választani, illetve mi is jól tudtunk ebben segíteni nekik.
A szakképzés azt hiszem, hogy manapság egy nagyon kardinális kérdés az oktatás, illetve a gazdasági élet területén is. És akkor most mindkettőjük is szól a kérdés, hogy hogyan látják tehát egy picit arról bővebben, hogy a gyerekek mennyire, hogyan tudnak viszonyulni a szakképzéshez. Tehát, hogy nem feltétlenül egyetemet kell megcélozni, hanem valahol egy másik szinten próbálni meg az élet bármely területén elhelyezkedni, mert hogy erről a gazdasági élet más fórumain, más szereplők nagyon-nagyon sokszor beszélnek, és hát főleg ugye a mezőgazdaság területén, és most ez annyira nagyon nem érinti az önök intézményeit, de úgy egyáltalán a szakképzésről a gyerekeknek mi a véleménye? Gondolom beszélgetések és osztályfőnökök egyebek keretében azért erről esik szó. Igen, van egy pályorientációs online felmérés, amit a nyolcadikosok elvégeznek. Hát a nagy meglepetésünkre tavaly első körben szinte 95%-ban csak a szakképzést hoztak ki, hogy nektek az való a kérdő kitöltése után. Valószínű, hogy nem mondhatom ki, mert nem én terveztem, ez egy kis szándékosság is, mert irányítsa a gyerekeket a szakképzés fele. Én önmagam, amikor a gyerekekkel, ugye technika órán nekünk volt a régi technika órákon feladat a pályorientáció is bizonyos óraszámban, akkor erősítettem a gyerekeket abban, hogy jó lenne, tudnátok, mit szeretnétek lenni, mert ha orvos, ügyvéd, tanár hasonló, akkor mindenképp a gimnáziumban, hiszen egyetemben kell tovább folytatni. Aki ebben bizonytalan, az lehet, hogy a mai világban jobb, ha körbenéz, és azt mondja, hogy inkább úgy megyek tovább, hogy egy szakmám legyen, és onnan még mindig áll az út, hogy menjek tovább tanulni az egyetem felé, de ha nem tudja folytatni, van egy szakmája, és már munkában állhat. Mind a mellett, hogy a mai világban egy szakma már nem szakma, sokkal több kell. Én a háromlábú széket szoktam mondani, a Schuster-szék ugye nem borul fel. A mai világban már legalább három szakmát meg kell szerezni, szerintem, mire 30 éves lesz az ember. Akkor lehet biztos talpakon, biztos lábakon, hogy el tudja tartani magát vagy a családját, ha csak nem egy olyan fantasztikus állást szerez, ami nyugdíjas koráig élhet. De már látjuk, hogy már nem az a világ, hogy ide beültem, és nem megyek nyugdíjba. Mint a Japánban még ez van, de ott más miatt. Nálunk már ez nem él, tehát itt az élethosszig való tanulásra kell felkészíteni a gyerekeket, és igen, a szakma is egy nagyon fontos ebben. És ehhez kapcsolódni. Igen, tehát nem tudok más véleményt mondani, csak amit szoktam mondani. Valóban olyan gyorsan változó világban élünk, hogy ahhoz a gyerek, hogy tudjon választani, ahhoz egyfajta önismeret nyilván kell, ami nincs meg a gyerekeknek, ezt valljuk be őszintén. Tehát 14 évesen pályát, szakmát választani szerintem nagyon nagy hiba, de rendkívül nagy felelősség, hogyha egy picit enyhítem a mondatot. Ugyanakkor az, hogyha kap egy olyan tudást, ami minden tárgyból, minden területben megmutatkozik, és a gimnáziumi képzés az erre való, hogy ott minden természettudományos tárgyat tanul. Nincs lehetősége válogatni, hogy ha nem tudom, turizmust szeretne, akkor földrajzot fog tanulni, de nem fog tanulni fizikát. Elnézést kérek, ha nem jó példát mondtam, de azt gondolom, hogy úgy nagyjából helyén vagyok. És azért szoktam azt mondani, hogy a széleskörű tudással lehet tovább lépni, mert én belekóstoltam ebbe is, tudok mire alapozni. Belekóstoltam abba is, onnan is tovább lehet menni. És pontosan ezt bizonyítja a mostani felvételi annyira széleskörű területe, mert vannak mérnökeink, nem akarom felsorolni, hogy a járműtől, a mezőgazdaságin, az agrárig, a vegyészmérnökig mindenféle. Vannak nyilván bölcsészeink, a pszichológus képzés most elég népszerű volt nálunk, de a dietetikus, védőnő, gyógytornász, ugyanez a kör, jogász, jogi asszisztens kör. A vegyész, biológus, tehát a természettudományi kör is ugyanígy megvan. Ugyanakkor vannak jó számban olyan tanítványaink, akik azt választották, hogy amit az előbb mondtam, jogi asszisztensnek mennek, az érettségire épülő szakképzés. Program vagy hardware fejlesztőnek mennek, mert az is érettségire épülő. Tehát nagyjából tisztában van azzal, hogy milyen irányt szeretne,
tőlünk megkapta az alapot, és így sokkal egyszerűbb tovább mennie. És ha ott, amit az előbb mondtam, 2 év alatt kap egy szakmát, kap egy papírt, rájön, hogy lehet, hogy mégsem ez, akkor onnan tud fordulni, és nem kell újra bejelentkeznie érettségire, hogy föl tudják venni más helyre, vagy nem kell másból pontot számítani. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, de én amellett kardoskodom továbbra is, hogy ha az ember tájékozott, és sok területen tájékozott, akkor sok lehetősége van. Tehát akkor gyakorlatilag nagyon röviden összefoglalva, hogy a szakképzés irányai így néznek ki. Ugye eltelt a nyári szünet, voltak táborok, volt felújítás. Gondolom, hogy a református általános iskolában most, hogy különösebben nem kellett felújítgatni, hiszen nem régiben adták át, tehát itt most ilyenre nem került sor. Hogyan néznek a 2022-23-as tanévelébe? Tehát milyen elképzelések? Hogy infrastruktúrálisan nagyon jó helyzetben vagyunk ugye az új építés miatt. A energetikai felújítás is fog segíteni bennünket, hogy az egész iskola épület le van szigetelve, tehát ez majd a fűtésünket segíti, de hát emellett nem kerülhetjük el a tisztasági meszeléseket óvodában, iskolában, illetve vannak tantermeink, amiket szintén muszáj volt már, ők következtek kifesteni. Ezek is megtörténtek, tehát azt tudom mondani, hogy már most jöhetnének a gyerekek, tehát olyan állapotban van az iskolánk kifestve, kitakarítva, és akár holnap kezdhetnénk a tanítást. Azért még persze örülünk ennek a kis szabadidőnek, ami marad hátra. Ugye mindig nagyon fontos egy oktatási intézmény életében, hogy hány új első osztályt tudnak indítani, és ez majd vonatkozik a gimnáziumra is, mert ugye ők képezik a következő évfolyamok alapjait. Igen, hát most mi egy felmenő ágban vagyunk, tavaly előtt 12, tavaly 13, most 14 osztályunk van, tehát megint tudtunk első osztályt indítani, és így szeptember elsőjére úgy néz ki, hogy elértük a maximális létszámunkat megint, amit most módosítottunk, ugye épp amiért, hogy egy új első osztályunk van, tehát most az engedélyezett létszámunk az 300 fő, és ezt el is érjük szeptember elsőjére. Tehát akkor gyakorlatilag egy új első osztály indul. Igen, most. Igen. Hány fővel indulnak? 23 fővel indítjuk, ez már így 3 éve így, tehát nem akarunk nagy létszámú osztályokat, mert hát látjuk, hogy azért mai gyerekekkel elég nehéz, főleg egy nagy létszámú osztályjal hát nem mondom, hogy szenvedtünk, hanem rengeteg dolgunk volt, 33 fős volt egy osztályunk, abban az évben nem tudtak 2 első osztályt indítani az iskolában, és hát ez így gördült felfele, rengeteg csoportbontást kellett végrehajtani, ahhoz persze megint 2-szer annyi pedagógus kell, és nagyon nehéz volt. Ebből az osztályból mentek most el 15 kis gimibe, és akkor visszacsökkent a létszámuk, úgyhogy most már így összesen a legnagyobb létszám osztályunk 26 fős, és akkor a 16-26 főig így vannak az osztály létszámai. Tehát ezek ilyen nagyon ideális osztály létszámok, tehát ezzel lehet boldogulni. Mi újság a gimnáziumban? Igen, mi is ezt preferáljuk. Ahhoz, hogy a pedagógiai munka valóban hatékony legyen, és szerintem mondhatom, hogy a szülők is ezt ennek örülnek, és ezt várják, hogy nem a 34 fős osztályokba szeretnék a gyereket beiratni. Tehát az, hogy egy 45 perc alatt a pedagógus oda tudjon érni minden gyerekhez, érdemben tudjon vele foglalkozni, ahhoz valóban ez az átlagos 24 fős osztálylétszám az ideális. Nálunk 2 kis 7. osztály indul, megint kicsiket mondtam, ne haragudjanak érte, de ez nálunk, de akkor is ők a kicsik. Ők a kis gimisek. Ők a kis gimisek, tehát ez így van. Tehát 2 7. osztályunk indul, és egy nyelvispeces osztály indul most 9-ben. Noha már a nyelveknél tartunk, azt gondolom, hogy a szakképzés irányultsága mellett a nyelvi képzés, a nyelvek ismerete, tanulása is ma már egy elengedhetetlen feladat. Tehát szinte már követelmény, hogy a gyerekek beszéljenek minimum 1, de inkább 2 idegen nyelvet. Az idegen nyelv tanítása, tanulása például hogyan áll a Mi is ezt annyira fontosnak tartjuk, hogy tavaly kialakítottunk nyelvi speciális tantermet angolból, nagyon szépen fel van szerelve, kifestve, teljesen motiváló környezet, rengeteg eszközzel, felszereléssel, laptopokkal, tehát online is tudnak tanulni, illetve használni az internetet a tanuláshoz, hogy meglegyen a párja. A német nyelvi szaktantermet is kialakítottuk. Ebben a nyári szünetben azt is sikerült teljesen kiépíteni, ott összevontuk az informatikai szaktanteremmel, tehát oda most ki tudjuk pakolni a meglévő gépeinket, nem kell mindig rakosgatni, mert eddig más óra volt, el kellett rakni, az nem tesz jót a gépeknek.
és akkor így együtt német és informatika szaktanteremként, de ott is minden elő van készítve. Úgyhogy ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek motiváltak legyenek, ügyesek legyenek, és szeressék az idegen nyelvet. Erre épült például az Törökaliz munkatársunknak, angol tanárunknak az ötlete, hogy ő a nyári táborokat tematikusan építette fel, 4 évre tervez, és az angol nyelvi területeknek megfelelően van minden évben, tehát 5.-8. ő felsőseknek tartja, így végig megy mindenki az angol, Amerika, Kanada, Ausztrália. Tehát a nyelvterületek, angol igen, igen, és akkor speciálisan az ottani szokásokkal is megismertető ételekkel főznek mindent, tehát most indián sátrat is építettem, most Amerika volt a porondon, olyan ételeket főztek, tehát nagyon sokszínűen próbálja alátámasztani az ő angol tanítását ezáltal is, hogy a nyári szünetben ilyen tematikus táborokat. Meg megkedveltetni a gyerekekkel, ez nagyon fontos, tehát ez az interaktivitás, ez borzasztóan fontos. A Körösiben, tehát ugye említette igazgató, hogy nyelvi speces osztály indul, de mindemellett hol tartanak el tekintetben? Hát ha lehet így mondani, akkor talán az egyik védjegye a gimnáziumnak a nyelvi képzés. Azért az a 30 év, ami a múltból adódik, azt nyilván visszük tovább, és igyekszünk őrizni. Nagyon nagy lendületet kapott azzal a nyelvoktatásunk, az angol, hogy van amerikai kollégánk. Most már a második, mert ugye 2 évig itt volt Emma, aztán most Margaret a második évét kezdi nálunk, ami a gyerekek körében hihetetlenül népszerű, hiszen annyira a szóbeliségre helyezi a hangsúlyt, és annyira más szemlélettel, más habitussal tartja az óráit, hogy még olyan gyerek is megszólal órán, aki egyébként nagyon nehezen mozdul. Ugyanakkor nyilvánvalóan az, hogy ilyen jól működjön az idegen nyelvi munkaközösség, mert hogy ugye angol, német és orosz nyelvet lehet nálunk tanulni, a francia most már kifutóban van sajnos. Ahhoz az azt kell, hogy kis csoportokban, és valóban kis csoportokban, képesség szerinti osztásban dolgoznak a kollégák, és az előrehozott érettségi egyre nagyobb száma, tehát már most 10-eseink is vannak, akik 10. év végén már a nyelvből érettségiznek, legyen az angol vagy német. Olyan felkészítő munkával vannak, hogy 90% fölötti az érettségi eredményük. Hadd büszkélkedjek azzal, hogy az egyik végzősünk, tanítványunk Dániába megy tovább tanulni, Dániába és Hollandiába jelentkezett egyetemre, és sikerült a felvételije. Tehát aki szárnyakat kap, az valóban úgy szárnyalhat, ahogy szeretne, és ez mindenképp fontos még akkor is, ha most ugye a felsőoktatási rendszerben változás látszódik, még nyilván a pontos vonalakat nem látjuk, de most nem írták elő már a nyelvvizsga kötelezettséget, ugye ez bemeneti kérdés volt egy pár évvel ezelőtt, azt most megszüntették, hogy ilyen nem is lesz, de azt tudjuk, hogy a felsőoktatásból csak úgy lehet egyébként kijönni, ha van nyelvvizsgája. Na most, hála jó Istennek, a miénk úgy mennek be, hogy van nyelvvizsgájuk. De egyébként ezen én, most bocsánat a személyes vélemény, de ezen én úgy nagyon is csodálkoztam, mert bár nem tudom, de hát, mint ahogy elmondta igazgatónő is, tehát azért már akik ott a gimiben, tehát a gimnáziumban tanulnak, náluk ez egy alap dolog. Tehát én hallgatom a gyerekeket, anyanyelvi szinten beszélik az angolt. Igen. Tehát ilyen hatékonysággal tudják megtanulni. Gondolom ebben annak is nagy szerepe van, hogy ugye itt is például amerikai tanárnő segíti ugye a tanulást, meg tehát aki anyanyelvi szinten beszél, és mondjuk ilyen életközeli helyzeteken keresztül ismerteti meg velük a nyelvet, azt hiszem, hogy ez sokkal hatékonyabb tud lenni. Úgy igazán hatékony, hogy mondjuk heti 4 órája van a nem speceseknek, mert nekik ugye az picit több. De mondjuk a 4 óra úgy néz ki, hogy a 4 órából van 3 órája a magyar anyanyelvű
tanárral, és van egy, mondjuk Margarettel. Ami azt jelenti, hogy a két kollega olyan hatékonyan dolgozik együtt, mert a lektor önmagában kevés. De aki segíti, lerakja az alapot, alá dolgozik, és azt mondja, hogy erről kellene még, mert nem jutott azon az órán erre időm, és érettségi tételeket, vagy tematikákat adnak a kezébe, hogy ezekről kellene, akkor az nyilvánvalóan így a kettő együtt nagyon hatékony. Egyedül nem sokra menne. Zárójel, amilyenink egyedül is sokra mennek. De így a kettő együtt így nagyon jó. Igen, változatos. És a mai gyereknek az kell, hogy mindig történjen valami. Igen, tehát a tankönyvíző tanórákat már akár el is lehet felejteni. A beszélgetésünk végén egy különleges témát szeretnék felhozni, de előtte még néhány szót ejtsünk arról, amit a beszélgetés elején mondtunk, hogy tulajdonképpen mennyi is az annyi szünet a pedagógusoknak, amire ugye a közvélekedés azt mondja, hogy hát ott az egész nyári szünet. Tehát azért itt most már elhangzott egy-két dolog, ami úgy, hát ahogy én gondolom, kitölti június végétől augusztus közepéig a szünetüket, de hát főként egy iskola vezetői, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindig bent vannak az iskolában. De hogy néz ez ki, és akkor Istvánnak adnám át? Igen, hát elég sokat bent vagyunk, meg a szabadságidő alatt is, mert mindig vannak gondok, problémák, amit meg kell oldani, aláírni valók, mennek a számlák, hát az élet az nem áll meg. A mi iskolánkban ugye volt a nyári tábor, itt vezető mindig volt, tehát a helyetteseimmel beosztottuk egymást, és két-két hetet mindenki ügyelt, illetve a gazdaságvezetőnk is részt vett ebben, hogy tehát mindig legyen vezetőbeosztású ember is az iskolában. Mindemellett persze vannak feladatok, amik menet közben jönnek, azokat is megoldjuk. Tervezni kell a szabadságot nekünk, hogy az őszi és a téli szünetre megvan konkrétan, hogy mennyi, az nem adható ki. Az már akkor évközben megint nincs szabadsága a pedagógusnak, hiszen azt oda tartalékoljuk, ha odaadom neki évközben valamiért, mert valami nagyon fontos, akkor téli szünetben jöjjön be egyedül az iskolába, tehát vannak ilyen álságos helyzetek, amit úgymond megoldhatatlan. Tehát nem olyan egyszerű ez a szabadságolás a pedagógusnak. Például ősszel vagy októberben egy ilyen last minute kiránduláson nem mehet el egy pedagógus, mert tanítani kell. Tehát neki az eleve kiesett, hogy olcsón menjen nyaralni, vagy próbálja kihasználni ezeket a lehetőségeket. És akkor folytassuk a gimnáziumban. Tehát, júliusban kezdődik a szabadság. Tehát nincs vége június közepén. A gyerek hazamegy valóban, de mi nem. Tehát le kell zárni egy évet, össze kell rakni, mi érettségiztetünk, tehát ez egy valóban egész június kitöltő folyamat. Ott a július, ahogy igazgató úr mondta, valóban. Tehát nyilván nem panaszkodásképpen, de a napi működés, ha nem is olyan szinten, de valóban. Tehát az adminisztrációs dolgok, a számlázási dolgok, azok ugyanúgy mennek. És attól, hogy nyári szünet van, attól minden más partner dolgozik, és azt hiszi, hogy mi is dolgozunk, mert az úgy evidens, hogy ha neki nincs, akkor nekünk sincs. És ahhoz, hogy elinduljon egy tanév szeptember 1-én, augusztustól dolgozni kell, mert én nem tudom, hogy van-e olyan iskola, ahol a június végi tantárgyfelosztás ugyanúgy marad, mert nálunk nem. Órarendet kell készíteni, terembeosztást kell készíteni, elő kell készíteni a pedagógusoknak a tantermet, a beltet. Annyi feladat van, hogy valóban gördülékeny legyen. Megérkeznek, augusztus 4-én megérkeztek a tankönyvek. Hát azt nem lehet azt mondani, hogy ne haragudjatok, 17-én kezdünk. Ilyen nincs. Nem tették az ajtó elé, hogy akkor... Tehát azért mondom, hogy ez mint... Megérkezik 3 raklap tankönyv, azt le kell szedni, aláírni, mindent. Tehát olyan sok apróság van, amire nem is gondolnak, hogy hihetetlen. És akkor igen, utána ezt szoktuk hallgatni, mert ott az őszi szünet. Na azt gondolom egyébként, hogy most a tanév rendjét figyelve, talán tényleg az őszi szünet az egyetlen, ami lesz 5 nap egészben, de a tavaszi szünet az 2 nap egy pedagógusnak. Mert
Ezt úgy szoktuk mondani a tavaszi szünetet, hogy szerdán még megyünk, és szerdán már megyünk, tehát megkapjuk a csütörtököt, és a következő keddet, mert a nagypéntek mindenkinek szabadság, és a húsvét is mindenkinek szabadság. Tehát ez egy nagyon rosszul beidegződő sztereotípia a közvéleményben, hogy hihetetlen módon nagyon sok, és ahogy igazgató úr mondta, egy pedagógus nem akkor veszi ki a szabadságát, amikor szeretné, mert pedagógus munkakörben dolgozik. Nem mondhatom neki azt, hogy gyere be december 27-én, és töltsd le munkát. Mit csinál? Tehát az a feladata, hogy tanít. Egyébként az intézményvezető, az iskolavezető, az igazgató le tudja igazából tenni a rábízott intézmény gondjait, bajait, és tényleg azt mondja, jó, akkor itt most kikapcsoltunk, és akkor 2-3 hétig nem foglalkozunk semmivel. Nem. Azt nagyon nagy tanúság számomra, hogy úgy nem lehet szabadságra jönni, és nem lehet pihenni, ha az ember Hajdúnanáson tartózkodik. De a telefont is ki kell kapcsolni akkor, mert... És igen, és csak egy reggel vagy egy esti telefonnézés van. Igen, és akkor ott sorakoznak az üzenetek. Igen, csak így. No, beszélgetésünk végén egy különleges téma, amit ígértem, hiszen ugye az elmúlt évben úgy fejeztük be az ilyenkor táji beszélgetést, hogy reméljük, hogy nem jön online oktatás, és a Covid nem próbál meg bennünket. Hát nem lett igazunk, megpróbált bennünket, bejött a nem is rövid távú online oktatás. Most bízunk benne, hogy nem lesz ilyen. Azonban felröppent a hír, tehát ugye is ez kormányzati oldalról röppent fel a hír, hogy az iskoláknál ugye az energiaválság okán vizsgálják meg azt, hogy milyen alternatív fűtési lehetőségek lehetnek, ami esetleg kiválthatná, vagy valamilyen szinten rásegíthetne, mondjuk a gázzal történő fűtés esetén. Hát itt aztán elindult mindenféle fajta tömeges pletyka, hogy akkor most már bezárnak az iskolák, megint jön az online oktatás, mert hogy nem lesz pénz fűtésre, világításra, stb. Hogy áll a két intézmény ilyen tekintetben, tehát energiaellátás tekintetében, és akkor kezdjük megint az általános iskolánál? Az energia nem vész el, csak átalakul, mondhatjuk. Mondja a fizika törvénye. Tehát aki az építőiparban ismeretes vagy építkezett, az tudja, hogy nem olyan egyszerű, mondjuk gépészetileg sem általán dolgokra terveztetés, kivitelezés, engedélyeztetés, tehát ami csak akarnánk, biztosak is egy fél év vagy egy év lenne, mire mondjuk egy másfajta fűtést egy iskolába beépítünk. Tehát ezt most én azt gondolom kivitelezhetetlen bármelyik iskolában is. A mi részünkről az iskolánk a távhőre van rákapcsolva, tehát mi onnan kapjuk a fűtést, a meleget, az óvodánk önálló gázfűtéssel rendelkezik, illetve rengeteg napelem van fent, aminek szeretnénk tovább bővíteni, tehát az elektromos ellátásunkat lehet ki tudjuk hozni akár nullára is ezáltal. A fűtés pedig nyilván függünk attól, hogy a ellátást milyen mértékben tudják számunkra biztosítani. Mindenképpen takarékoskodunk, nem szellőztetünk majd annyit. Nekünk a szigetelés nagyon sokat segít, ez a 20 centi, ami az egész iskolán rajta van, az óvodánk is le van szigetelve. Tehát ez már tavaly is érezhető volt, hogy jelentősen csökkent a rezsiköltségünk, a fűtésköltségünk ezáltal, hogy ilyen jól le vagyunk szigetelve. A fenntartóval mi egyeztettünk, fenntartónkkal, és azon vagyunk, hogy mindent megteszünk azért, hogy ameddig csak lehet, és ahogy csak lehet, mi rendes iskolai keretek között vészeljük át ezt a terhes időszakot, és a gyerekeink ne online oktatásban, hanem a normál oktatásban vegyenek részt. Hát nyilván, hogyha ez egy nagy kormányzati döntés, hogy minden iskolád, amit én nem hiszek, hogy ilyen szénszünetre rendelnek, akkor nem tudunk mit csinálni. A tanév rendjében az úgy jelent meg, hogy most, hogy az igazgató kérésére a minisztérium elrendelheti az online oktatás bizonyos körülmények között. Tehát mondjuk le van dobva ide a labda, ez nyilván minden iskolának az egyházi és nem állami fenntartási intézmény fenntartó döntése lesz, hogy mit bír a költségvetés, és ameddig tudjuk, mint mondtam az előbb, mi azon vagyunk, hogy ne kelljen a gyerekeknek online oktatásban lenni a mi rendszerünkben. Ugye itt az energiatakarékos szigetelés, egyebek, ugye itt már megoldott az általános iskolán, a gimnáziumban viszont nem tudom, hogy hogyan állnak e tekintetben. Úgy állunk, hogy a szakközépiskolai résszel ugye mi közös fűtési rendszeren vagyunk, és
Ha minden jól megy, akkor ugye egy topos pályázat keretében az az épületrész megújul, és napelem kerül a tetejére. De hogy a jövőben mi lesz, azt nem tudjuk. Minden évben változás van mindig, és akihez nem alkalmazkodik, annak nagyon sokat fog fájni a feje, és én nagyon óvatos lennék. Én nagyon sok emberrel találkoztam az elmúlt két hétben, valóban én csak egy rémhírkeltésnek, vagy ne talántán időnként még ilyen hisztérikának is gondolom ezt, hogy nem indul az iskola. Miért ne indulna? Szeptember van, ragyogó jó idő, és normál esetben is október közepén kezdődik egy fűtési szezon. Tehát egy picit úgy érzem, hogy megint elébe szaladunk a történéseknek. Vezetőként meg nyilván az a dolgunk, hogy tartsuk a lelket, a hitet, és én egyébként is egy pozitív beállítottságú ember vagyok, én nem szeretem a negatív és a rémhírkeltést, meg egyáltalán nem. Én a kollégáimnak is azt mondtam, hogy ne aggódjanak, míg én itt vagyok, addig mindenki más is itt van. Nem tesz jót, és ezt országos szinten látni kell, és szerintem ezt minden érintett is látja és tudja, hogy az online oktatás a közelébe nem ér az élő egyenes közvetítésnek. És amíg lehet, egyébként is a kicsiket akkor sem tették online-ba, tehát első négy osztályig ők is ott voltak. Szabadságról beszélünk. Nincs szabadság a széles rétegnek. Kivették, mert nyári szünet volt, el kellett a gyereket látni. Tehát szerintem ez sokkal több összetevős, mint hogy így hirtelen azt mondjuk, hogy biztos, hogy nem lesz. Azt majd eldöntik. Mi bízunk a jó Istenbe, hogy eddig is, ez az év is mondanám, hogy teljesen siker volt, mert ott voltunk szeptember 1-től június 15-éig, és még tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy picit józanabbul, és egy nagyon, nagyon picit reálisabban nézzük, meg hát egy kicsit úgy a jó felé gondolva, akkor nem lesz baj. Megoldjuk, kitalálunk valamit, mindig kitaláljuk, hogy legyen. Bízunk ebben, hiszen a magyar ember egyébként is találékony, tehát ebben azt gondolom most sem lesz hiány, és biztos, hogy az iskolánk, a közintézmények, azok valószínű, hogy ki fognak tartani. Lehet, hogy hűvösebb lesz, lehet 1-2 fokkal, de azért működni fog. De gondolom, a spórolás eddig is ott volt egyébként, tehát nem az utcák fűtötték. Így van, és egyébként így, pont ezt akartam mondani, hogy eddig is odafigyeltünk arra, hogy feleslegesen a tantermekben a villany ne égjen, tényleg nem fűtöttük az utcát, ez az október 15, és szerintem tavaly még nem is kellett bekapcsolni, mert annyira jó idő volt még októberben. Igen. Tehát annyi sok összetevője van ennek, hogy nem gondolom, hogy ezt így ennyire. Persze, oda kell figyelni, de eddig is oda kellett figyelni arra, hogy az energiát ne pazaroljuk. Így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy tényleg nagyon-nagyon jól induljon ez a tanév és kitartás, és akkor ne kelljen online oktatásba, és akkor nem is igazán az energia miatt, hanem a Covid, mert azért az most is itt kopogtat az ajtónkon, sajnos. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.